Fennállva hallgassa meg a gyülekezet azt az ígét, amelynek alapján Isten üzenetét hirdetni kívánom az ő szent lelkének segítségét kérve és várva. Ez az ige meg van írva Pál apostolnak a Rómabeliekhez címzett levelében, a Római Levél 8. fejezetében, a 14. verstől a 17. versig terjedő szakaszban. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Amen. Néhány évvel ezelőtt jelent meg, és tudom, hogy itt a gyülekezetben is sokan olvasták, az egyik ifjúsági órán is alaposan átbeszéltük William Paul Young a Viskó című regényét. És nagyon érdekes módon írja le a szerző azt, hogy hogyan is élte ő meg az Istennel való találkozást. A Szent Háromság személyeinek ábrázolásában pedig a legkülönlegesebb talán a Szentléleknek a megjelenítése, vagy ahogyan ő hívja, Sarajú. Egy szinte láthatatlan, már-már áttetsző, alig észrevehető, leginkább csak a nyomaiból megfigyelhető személyként írja le őt. És azt hiszem, hogy ezzel nagyon jól fogja meg a Szentléleknek a lényegét. Azt, amit mi magunk is tapasztalunk vele kapcsolatban, hogy szavaink alig, inkább csak halvány fogalmaink, sejtéseink vannak a munkájával kapcsolatban. Keveset is beszélünk erről, leginkább csak Pünköst környékén pedig. Nagyon fontos szereplője a lélek a Szent Háromságnak. Hiszen mindaz, amit az Atyáról és a Fiúról tudunk, az a lélek által lesz bennünk és számunkra életté. A felolvasott ige alapján pedig azt is kijelenthetjük, hogy az Isten fiúságunknak a kritériuma az, hogy a lélek vezérele minket. A római gyülekezetben, akiknek címezte Pál apostol a levelét, egyaránt voltak zsidókból és pogányokból lett keresztjének. És ez okozta azt, hogy másként gondolkodtak arról, hogy kik az Isten fiai. És szükséges volt, hogy Pál apostol tisztázza ezt. Mert mi is az eltérés? A zsidó felfogás szerint mindenki Izrael fia, minden Izrael fia egyúttal az Isten fia is, hiszen beleszületik ebbe a szövetségbe, amit az Isten a néppel kötött. Keresztjénné lenni viszont nem születési, hanem újjászületési alapon válhatunk. Spurgeon írja, hogy milyen jó lenne, hogyha valami konkrétabb kitétel lenne erre, hogy akiket megkereszteltek, azok az Isten fiai. Vagy hogy akik konfirmáltak, azok az Isten fiai. Vagy akik élnek az úrvacsorával, akik szépen tudnak imádkozni, illendően tudnak felöltözni és viselkedni a kegyes emberek körében, azok az Isten fiai. Mert ez olyan kézzel fogható, szemmel látható, strigulázható, mérhető, számolható lenne. Hát ezzel szemben viszont az áll az igében, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Egy szemmel nem látható, egy fizikai mértékkel nem mérhető, egészen belső kritériumot szab nekünk az ige. És mégis ez a legfontosabb, ez a vízválasztó kérdés, hogy ki vezérli az életünket. Sokan vannak, akik igazából csak úgy sodródnak.
az aktuális áradat, a korszellem, egy csoport, egy pártnak az ideája, egy divatos filozófiai áramlat viszi magával az embereket, akik gondolkodás nélkül és a lehetséges veszélyek, a várható következmények megfontolása nélkül haladnak az életben. Aztán van ennek a csoportnak az ellentéte, azok az emberek, akik a legmesszebb menőkig igyekeznek a saját maguk urai lenni. Kézben tartják az életüket, a munkájukat, az anyagi javaikat, a biztonságukat, az egészségüket, a jövőjüket, hát legalábbis amennyire ez az emberi lehetőségeikhez mérten megvalósítható. Aztán vannak azok az emberek, akik megvezethetőek. Akik annyira tájékozatlanok, vagy annyira nem is érdekli őket semmi, hogy hagyják. Vezesse őket bárki, bárhova. Hogy jó lesz-e az nekik, hogy nem származik-e belőle inkább káruk, mint hasznuk, ezzel nem is mindig törődnek. És mindezeken felül vannak azok, akik az Isten lelke által vezetettek. A fiúságra vezetettek. Akiket az Isten lelke elvezetett a megtérésre, ami által fiak lettek. Mert a lélek az, aki megérteti velünk, hogy a bűn rabságában élünk. Így születtünk, ez az alaptermészetünk. És amíg a törvénynek akarunk megfelelni, annak a hatája alatt élünk, annak a következményeitől félünk, addig rabszolgák vagyunk, addig rabságban vagyunk. Amíg mindenáron előírásoknak, szokásoknak, vagy éppen mások kénye, kedvének, igényeinek akarunk megfelelni, amíg minden irányból csak azt a nyomást érezzük magunkon, hogy nem vagyunk elég jók, nem tudunk megfelelni, addig rabszolgák vagyunk, addig rabságban élünk. Amíg Istenben csupán a jókat megjutalmazó, a rosszakat pedig megbüntető, haragos, ítélő bírót látjuk, addig rabok vagyunk, rabszolgák vagyunk. Vagy ahogy Pál apostol az Efézusi levélben fogalmaz, a harag fiai. De mi nem ezt a lelket kaptuk, hanem azt, amelyik Calvin szerint békességgel és nyugodalommal ajándékozza meg a lelki ismeretet. Azt a lelket kaptuk, amely elvezérel, vagy más irányból nézve oda vonz a szerető Atya Istenhez, aki fiáért fiává fogad. A szolgaság helyett a fiúság lelkét ajándékozza nekünk ingyen kegyelemből. És hogyha ez a lélek vezérel, akkor nem eshetünk vissza oda újra, hogy a törvény rabságában, hogy félelemben éljünk, mert szabaddá lettünk, mint fiak, mint fiai a szerető Istennek, akit úgy szólíthatunk, hogy Abbá, Atyánk. Sőt, nem csak megszólíthatjuk, hanem kiálthatunk, könyöröghetünk hozzá. Nem csak félelemteljes, vagy éppen kimért, protokolláris módon, hanem közvetlenül, ahogyan a gyermek szólítja meg a kedves szülőjét. A lélek vezérel el erre minket, az Istennel való párbeszédre, hiszen az imádság az tulajdonképpen ez. És nem úgy vezet minket az Isten, hogy néma engedelmességet kér, hogy megmondja a parancsot, és nekünk csak teljesíteni kell azt mindenféle megszólalás nélkül. Úgy vezet minket az Isten, hogy közben beszélhetünk hozzá. Elmondhatjuk neki az örömünket, a bánatunkat, megoszthatjuk vele a nehézségeinket, a fájdalmainkat. Kérhetünk tőle, mert mennyei atyánk meghallgat. Hiszen fiai vagyunk, pont mint Jézus. És ha fiak,
akkor örökös társak is, egyen-egyenként és egészen egyformán. Nincs különbség, hogy ki örököl többet vagy kevesebbet, hogy kit szeret jobban vagy kevésbé az Isten. Ahogyan az Isten tisztelet elején felolvasott igében is hallhattuk, nem valamilyen teljesítmény, nem az érdemeink nagysága alapján választott ki és vont magához az Isten, hanem egész egyszerűen azért, mert szeret. Szeret mindenkit, és mindenkit annyira szeret, hogy az egyszülöttjének az életét adta értünk, nekünk pedig lelkét, hogy vezéreljen, hogy hálát ébresszen a szívünkben, ezt a mérhetetlen áldozatot látva. Ahogyan egy gyermek is hálás a gondviselő szülőjének, annyira, hogy akár áldozatot is vállalna érte. De fontos az irány és a sorrend. Nem az áldozathozataltól és nem a szenvedéstől leszünk fiak, hanem mivel fiak vagyunk, hálából erre indul a szívünk. Arra, hogy akár együtt is szenvedjünk Krisztussal. Persze nyilván jó lenne, hogyha lehetne szerződni az Istennel csupán a dicsőségre. De, és én azt hiszem éppen ezért szeretem az Isten ígéreteit, mert nincs benne semmi szépítés, ez nem lehetséges. Nem csak ebben az igeversben, hanem a való életben is együtt jár a szenvedés és a megdicsőülés, a veszteség és a nyereség. Amikor valaki örökölhet, akkor nem csak vagyont tud örökölni, hanem adósságot is. És hogyha le akar mondani róla, akkor csak együtt lehet lemondani a kettőről. Olyan opció az nincsen, hogy kérem a házat, de a svájci frankos jelzálogot azt köszönöm, meghagyom az államnak. Azonban amiben mégis van különbség a világi öröklés és az Isten fiainak az öröksége között, az az, hogy míg ezen a világon előfordulhat, nem is olyan nehezen, hogy az adósság több, mint ami az örökölt vagyon lenne, addig az Isten fiainak az öröksége mérhetetlenül nagyobb, mint a kellemetlenség. Ahogyan a felolvasott részt követő igeversben mondja is Pál, hogy a jelen szenvedései nem is hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd láthatóvá lesz rajtunk. Ráadásul Krisztus is a legnagyobb szenvedésben, a kereszten aratott, dicsőséges diadalt. Ha részesedünk a szenvedésben is, akkor leszünk Jézusnak testvéreivé és örökös társaivá, Isten örököseivé, fogadott gyermekeivé. Így leszünk az Istennek fiai, akiket az Isten lelke vezérel. Testvérem, ez a lélek vezérele téged. Az Isten fia vagy-e? Sokszor hangzik felénk ez a kérdés. Már csak azért is, mert a sátánnak az a célja, hogy ezt kérdésessé tegye. Az első emberpár édenkerti létezése óta azon munkálkodik, hogy kételyt ébresszen bennünk, hogy valóban azt mondta az Isten, hogy a kert egyik fájáról sem ehetsz. Valóban azt mondta az Isten, hogy nem lehetsz a fiam. És amikor gyarló természetünk okán valamiért mégis elbukunk, akkor ez a kételkedő hang lesz bennünk egyre hangosabb. Milyen jó, hogy az igénk azt is ígéri, hogy az Isten lelke velünk együtt tanúbizonyságot tesz arról, hogy az Isten ígéretei igazak, hogy mi fiak és örökösök vagyunk. Jó, hogy a lélek együtt tanúskodik velünk, mert sokan vannak, akik viszont ellenünk tanúskodnak. Legtöbbször a kívülállók, a nem keresztjének, akik bár a pálya szélén állnak, de
onnan mégis bekiabálva tökéletesen tudni vélik, hogy milyennek kellene lennünk nekünk keresztjéneknek. Hogyan kellene nekünk viselkednünk, hogyha valóban az Isten fiai vagyunk. Hogy ők miért nem teszik ezt, ez egy jó kérdés, ezt érdemes visszakérdezni, nem tudnak rá válaszolni. De tanúskodnak ellenünk azok a hittestvérek és örökös társak is, akik mintha a saját örökségüket féltenék, hogy elfogy a mennyek országa, vagy nem tudom milyen félelem vezérli őket, de nagyon intenzíven keresik a szálkát mindenkinek a szemében. Azért, hogy ellenünk tanúskodjanak. És végül, milyen sokszor tanúskodunk mi magunk is, saját magunk ellen. Amikor már-már elhisszük, hogy ezek a vádak igazak. Amikor már-már elhisszük, hogy a kígyó mondja az igazat, és nem az Isten. Hát ne tegyük. Csak a lélekre hallgassunk. Csak a lélek vezetésére bízzuk az életünket, aki tanúsítja azt, hogy Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Tanúsítja azt, hogy Isten az ő kiválasztását nem kérdőjelezi meg. Ő az ő döntését nem másítja meg. Tanúsítja a lélek, hogy amikor a falat kenyeret és a korty bort magunkhoz vesszük, az Krisztusnak az áldozata a számunkra. Jele és pecsétje az Isten bűnbocsánatának, ingyen kegyelmének. A lélek tanúskodik arról, hogy Krisztus által mi fiak vagyunk, Isten gyermekei. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk neked a te drága igéd üzenetéért. Köszönjük biztató szavadat. Köszönjük, hogy újra megerősítettél minket abban, hogy szeretetből gyermekeddé fogadtál, és új élettel ajándékoztál meg minket. Urunk, szeretnénk úgy élni, hogy az méltó legyen elhívásunkhoz, és méltó a te nagy és dicső nevedhez. Ezért kérünk, újra és újra könyörgünk hozzád, atyánk, hogy lelkeddel ne távozz el mellőlünk. Munkáld a mi szívünkben az engedelmességet, hogy tudjunk hallgatni a lélek szavára. Tudjuk követni tanácsait. Tudjuk elhinni útmutatásait. Tudjuk biztatásként megérteni a bizonyság tételét. Mi szerint fiaid vagyunk, örökös társai Krisztusnak. Urunk, megvalljuk neked, hogy amikor a szenvedés öröksége jut osztályrészünkül, olyankor nehéz nekünk megállni és nem kiszakítani magunkat a te kezedből. Ezért arra kérünk, hogy ha mi távolodnánk is, te nyúj utánunk, jöjj utánunk, akár a halál árnyékának völgyébe is, hogy semmiképpen el ne vesszünk, hanem a szenvedéssel együtt miénk lehessen a megdicsőülés öröksége is. Szentlélek, Úristen, legyen áldott a neved, és legyen áldott a te munkálkodásod, hogy Isten szavát bennünk élővé teszed. Kérünk, cselekedd ezt újra és újra a mi életünkben. De cselekedj hatalmasan gyülekezetünk, egész egyházunk és népünk életében. Urunk, te látod ennek a világnak nyomorúságát. Benne a te keresztény népednek, gyülekezeteinknek terheit. Eleveníts meg minket lelked által, hogy lehessünk a lélekkel együtt bátor bizonyságtevőid, nevednek, dicsőségednek és hatalmadnak hirdetői.
nem magunknak kérjük mindezt, hanem azért, mert hálából, hogy értünk adtad Jézus Krisztust, szeretnénk neked élni, szeretnénk téged szolgálni, szeretnénk a te dicsőségedet és országodat munkálni. Ezért és fiad érdeméért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen.